fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Noha számos korabeli történeti forrással rendelkezésre az 1526. augusztus 29-én vívott Mohácsi csatával kapcsolatban, de a túlélők beszámolói, a csatáról szóló hadijelentések és más fennmaradt dokumentumok ellenére a számos értelmezés és félreértés miatt még ma is rengeteg a kérdőjel. Az oszmán források vizsgálata során különösen figyelemre méltó és meglepő Evlia Cselebi török világutazó megalapítása, amely ellentmondva a korabeli török leírásoknak felhívja a figyelmet arra, hogy a Mohácsi csatáról szóló oszmán leírások hazugságokat is tartalmaznak. Ezekről az ellentmondásokról beszélgetünk dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kar docensével, akit köszöntünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Antal Ferenc és Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Antal Ferenc. Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Ha már megemlítettük Evlia Cselebit, ki volt ő és hogyan jutott arra a megállapításra, hogy a csata leírásába, ahogy ő is írta, hazugság, sőt ravasság is belekeveredik? Evlia Cselebi az egyik legismertebb török világutazó, aki bejárta az egész török birodalmat, és aztán utána nem csak hogy bejárta, hanem leírta az élményeit, leírta azokat a városokat, helyiségeket, ahol ő járt, sőt, utána nézett az egyes települések történetének is, és aztán utána ez az ismeretanyag, ez több kötetbe jelent meg, több kéziratos kötetben publikálta, és ezek közül két kötet a magyarországi területen lévő török hódoltságról szól. Az egyik legfontosabb törökköri forrásunk, bár ugye tartalmaz elég jelentős számban túlzásokat is a várak, városok méretére, kinézetére vonatkozólag. És ugye számunkra még azért is érdekes Evlia Cselebi most ebben az esetben, ugyanis ő járt Mohácson is, és mivel ott volt, hát úgy érezte, hogy ír a Szulajmán szultán hatalmas győztes csatájáról is, és valószínűleg elkezdte összeszedni a török történeti forrásokat, míg aztán végül bosszankodva megállapította, hogy hamisság van a forrásokban, és az alapján nem lehet megírni ezt a történetet. Ez egy érdekes dolog, hiszen aztán utána ő egy saját személyes ismerőse, családi ismerőse, Kuzu Ali Aga emlékeit írja meg, annak a Kuzu Ali Agának az emlékeit, aki valószínűleg, hát egy reális számítás szerint Cselebi 1600-as évek elejé születésénél már kb. 100 éves lehetett, úgyhogy amikor Cselebi leegyezte az 1560-as években ezt a élménysort, akkor kb. 130-140 éves kellett volna, hogy legyen Kuzu Ali Aga, tehát Cselebivel sincs azért minden teljesen rendben, de azért az mindenképpen szöget üthet az ember fejébe, hogy egy török történész miért írja azt, hogy a török források azok hamisságokat tartalmaznak. Egyetem felvetül a kérdés, hogy miért van szüksége a törököknek egy olyan számukra győztes csatának a valóság tartalmát megmásítani, ami stratégiai szempontból is fontos volt, és végeredményben abszolút az ő vágyaik szerint alakult a kimenetele. Mi szükség volt itt a ferdítésre? Igen, ez az alapkérdés, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen nagy valószínűséggel a magyarok előtt nem kellett volna eltitkolni azt, hogy ők győztek a csatában. Egyébként a birodalomban akkor már rendelkezésre álltak, tehát Cselebi idejében több történetírónak a leírásai is, Jelál Záde, Mustafa Kemál Pasa Záde, történeti munkái Lutfi Pasa, akik leírták a csata történetét. Valószínűleg ezeket akarta összevetni Cselebi, és abból valami szintézist kihozni. Tehát ha belegondolunk abba, hogy miért kell hamisítani egy győztes eseménynek a leírását, akkor nem tudok másra gondolni, mint hogy az abban résztvevőkre, az a döntéshozókra, vezetőkre nézve lehettek olyan történések, amiknek a lejegyzése, vagy a megismertetése, publikálása az a rossz színbe tüntethette volna föl akár a szultánt, vagy valakit a katonai vezetők közül. Akkor ez már abszolút politika.
Hát igen, az oszmán birodalom az egy centralizált autokratikus birodalom volt, ahol elvárható volt az, hogy a vezetők azok tévedhetetlenek legyenek, azok csak jó döntést hozhatnak, azok csak tiszteltet ébreszt érdemelhetnek. Ugye láthatjuk manapság is például Oroszországban is ugye ezt a hatást, hogy nem lehet például Putyint kritizálni, mert annak utána egészségügyi következményei lehetnek. Most a török birodalom, az oszmán birodalomban ez még hatékonyabb, vagy még inkább hangsúlyosabban jelen volt. Itt valószínűleg a csata után megindul egyfajta ilyen PR munka, hogy úgy hoz ki a csata történetét, hogy ez a bizonyos probléma, tévedés, rossz döntések, ezek végül úgy tűnjenek, hogy ennek volt valami háttere. Már közvetlen a csata után két győzelmi hadi jelentés jelent meg a szultáni naplóban. Az egyik talán közvetlen a csata után, a másik pedig még Budáról, amikor a törökök bevették Budát. Milyen ellentmondásokat tartalmazott ez, és miért keltette fel a történetírók figyelmét ez a két hadi jelentés? Ha a forrásokat a hazugság szempontjából vizsgáljuk, mert ugye eddig általában a török forrásokat úgy próbáltuk értelmezni, hogy tisztában voltunk az, hogy vannak benne ellentmondások, de ezeket az ellentmondásokat ugye a forráskritika eszközével próbáltuk feloldani. De ha feltételezzük azt, hogy tudatos ferdítések vannak benne, akkor azt kell vizsgálni, hogy melyek azok a dokumentumok, amik legelőször nyilvánosságra kerültek, mert azokon már nem lehet változtatni. És hogy ebben a szempontból nagyon érdekes az a győzelmi jelentés, amit Mohácsról közvetlenül már a szultán elküld a birodalomban. Több példányban, hogy hirdessék ki az alattvalók előtt, hogy Mohács a micsoda hatalmas győzelmet értek el. Az ebben szereplő leírás, és aztán utána az egy hónappal később Budán készült leírás érdekes, hiszen ez is kikerül a nyilvánosság elé. Tehát 1526-ban ez a kettő dokumentum az, amit mindenki megismert, és ezeket nem lehetett már változtatni, ami benne szerepelt. És megfigyelhetjük azt, hogy az első győzelmi jelentés az még nagyon szűkszavon ír a csatáról, csak annyit tudunk, hogy a ruméliai hadtestet megtámadják, és aztán nagyon keményen védekeznek, és aztán utána megtörik a magyarok ellenállását, és akkor az egész magyar sereg menekülésnek indul. És aztán utána az egy hónappal későbbi budai jelentés az már egy sokkal szofisztikáltabb, ott már benn van az, hogy a ruméliai hadtest az pajzs, védőpajzsa volt a főerőknek, a szultáni hadtestnek, az anatolai hadtestnek, rájuk zundult a támadás, hogyan megy a csata, hogy épül fel a csatarend. Tehát ott látszik, hogy ott már valamit összeraktak, és van egy köztes dokumentum, mégpedig a szultáni napló, hadinapló. Tehát a nagy közönség számára nem volt hozzáférhető, hiszen ez egy benfentes dokumentum volt. És a szultáni naplóban pedig látszik, hogy összeírták a csatáról szóló információkat, és ezek az információk időnként egymásnak ellent mondanak. Tehát kicsit zavarosnak tűnik az egész dolog. Végül is a szultáni naplóból kéne kihalászni azokat a kis apró információkat, amik arra utalnak, hogy nem ment minden rendben a csatában, és aztán ezeket összevetni persze más dokumentumokkal is. Honvédelemről közérthetően. A győzelmi jelentésekben, ahogy említette, a ruméliai hadtest szerepét kiemelik. Pontosan mi is volt a feladatuk a csata megkezdéséig? Csata egyik részletes leírását Dzselázá de Mustafa adja, és ő kiemeli a leírásában, hogy amikor a sereg az ágyuk lőtávolságába ért, tehát az egész török sereggel kezdte a felvonást 29-én reggel, és amikor az ágyuk lőtávolságba értek, akkor előre küldték a ruméliai hadtestet, és megerősítették őket 150 ágyúval és 4000 puskás janicsárral. Most én azt kezdtem el vizsgálni itt a török forrásokba, hogy mennyire szokatlan ez a megerősítés, meg a ruméliai hadtest előreküldése. És úgy tűnik, hogy a szultáni napló, valamint a történetírók munkáiban rendszeresen előfordul az, hogy a ruméliai hadtest elől mozgott, tehát 1-2-3 vagy még több nap előnnyel mozgott a főerők előtt. Másrészt már a szávai átkeléstől kezdődően, tehát Nándor fejvévártól kezdődően már rendelkeztek janicsár és tüzér megerősítéssel, plusz még ugye ott volt a ruméliai hadtest lovassága, valamint ugye hozzájuk voltak rendelve az akincsik is, a könnyű lovasok. Ez Tomori karasicai tábora miatt volt, ugye? Tehát volt ott egy győzelem, ami magyar részről sikeresnek mondható augusztus 24-én a Karasicánál. Igen, ott volt egy győzelem, tehát ott táborozott Tomori, míg a főerőkben nem érkeztek ugye Mohácshoz. Azonban a török oldalon ez nem kimondottan Tomori miatt volt, hanem nekem úgy tűnik, és összevethető ez egyébként a korábbi, az 1521-es meg a 29-es hadjárat lefolyásával is, hogy Szulajmán idejében török sereg felvonulása az egy
nagyon összetett harcászati és hadműveleti rendben történt. Tehát az első lépcsőt azt az akindzsik, a könnyűlovas akindzsik képezték kb. 20 ezer fő, akik egy biztosító lépcsőt alkottak több 10 kilométerrel a főerők előtt, egy ilyen ernyőszerűen portyáztak, felderítettek, és folyamatosan szállították az információkat. És vannak rá forrásadataink, hogy az akindzsik nem csak úgy alkalomszerűen csinálták ezt, hanem 6 órás váltásban 5-5 ezer fős csoportokra osztva folyamatossá tették ezt az egészet. Ez egy nagyon katonás beosztás volt. És mögöttük volt a ruméliai hadtest, ami egy harcászati lépcsőt alkotott, és nem véletlenül kapták a janicsár és a tüzér megerősítést, mert ha mai fogalmakkal gondolkodunk, akkor gyakorlatilag ez egy összfegyvernemi seregtesté változott így, és ez a seregtest ugye a főerők előtt több nappal mozog, tehát jóval a főerők előtt mozog, ugye a szultán előtt, és önállóan old meg feladatokat. Tehát a mai fogalmaink szerint ez egy előrevetett osztag, amelyik gyakorlatilag egy ilyen kis hadseregként megkezdi a várakostromát, az átkeléseket előkészíti, és ha kell, akkor csatát is bevezet. És mögöttük van a szultán ugye a főerőkkel lemaradva, és ha belegondolunk, akkor gyakorlatilag a biztosító meg a harcászati lépcső az tényleg egy védőernyőt von a szultán elé, és a szultán 2-3 napi lemaradással biztosított tan vonul előre, és ő hozza a stratégiai döntéseket. És ehhez a stratégiai döntésekhez a kezébe van, az alárendeltség megmarad a szultáni hadtest, ugye a zsoldos erők, valamint az anatóliai hadtest. Tehát mindig van a szultán kezébe egy igen jelentős tartalék, amivel be tud lépni, ha szükséges egy valamilyen tevékenységbe, hadi eseménybe. Mohács csata elején azért nem volt egyértelmű, hogy ez egy török győzelmmel záródó nap lesz. Ibrahim Pasa milyen stratégiai hibákat vétett? Ugye Ibrahim Pasa tevékenységéről a források alapján, amit a törökök kialakítanak képet, ugye úgy tűnik, mintha ő nem egy előrevetett osztagként tevékenykedett volna, hanem elővéd lett volna a szultáni erők, tehát a főerőknek a felvonulása előtt. Ugye megőrizte szintén Jalázádennek a leírása az, hogy a Ibrahim Pasa közvetlenül a csata előtt tartott egy haditanácsot, ahol Báli Bég a végvidéki könnyűlovasságnak a parancsnoka. Ő azt javasolta neki, hogy a csatában ne akadályozza a ruméliai hadtestet a málha, azért rakják le valahol a málhát, és mál nélkül menjenek előre. És ugye a pasa ezt elfogadja, ezt a megoldást, és lerakja a málhát. Na most ugye itt jön egy probléma, hogyha ha a ruméliai hadtest az simán csak elővédként funkcionál, tehát vonul a főerők előtt és biztosítja az ő fölvonásokat, akkor hogyha ők lerakják a málhát, akkor gyakorlatilag a főerők útjába rakják le a málhát. Másrészt, és aztán utána ez nem csak málha lerakás lesz, hanem egy táborozást rendel el a pasa. Tehát az meg egészen nonsens lenne, hogy a szultán mozog a főerőkkel mögötte, és ő meg úgy dönt, hogy most akkor mi itt letáborozunk, ugye másnap. Tehát ez megint azt erősíti meg, hogy nagy valószínűséggel Mohácsi csata előtt a ruméliai hadtest valóban mint előrevetett osztag működött, és az ő feladatuk lett volna az, hogy megvívják ezt a csatát. És ugye ennek megfelelően Ibrahim Pasa önállóan hoz döntéseket, és ő elhatározza azt, hogy 29-én nem lesz csata, hiszen olyan távolságra vannak a magyarok, egyébként 4-5 kilométer legalább ez a távolság a Borzapatak mögötti, ahol most a kutatások folynak, ugye a Mohácsi síkon, tehát olyan távolságra vannak, hogy nyugodtan letáborozhatnak, lerakhatják a málhát, és aztán másnap tovább vonulnak arra a csata távolságra, a magyarokkal megvívják a csatát. És hogy Ibrahim kiadja a parancsot a táborverésre, csak ott a nagy probléma az egészben, hogy gyakorlatilag ennek az elővetett osztagnak ő a parancsnoka. Hát ő az, aki a hadtest szintű vezetést megvalósítja. De ő fogja magát, a parancsküldés után elhagyja a táborhelyt, és nincs hadtest szintű vezetése ettől kezdve a ruméliai hadtestnek, hanem az egyes alakulatoknak a parancsnokai, azok a táborverést irányítják. Tehát amikor a magyar támadás éri őket, akkor egyszerűen nincs olyan a táborban olyan felelős parancsnok, aki képes lenne együttesen mozgatni az egész hadtestet. Mondjuk az is érdekes, hogy egy pasa kikéri egy, ugye a Báli Bégnek a véleményét. Ugye Báli Bég, ha jól tudom, az akindzsi könnyű lovasságot irányította, tehát ő nem gondolkodhatott ilyen hadtest szintű vezetésben. Ibrahim pedig mégis kikéri a véleményét, hogy itt látszik, hogy a személye sem volt olyan túl tapasztalt, vagy túl erős. Hát Ibrahim Pasa egy görög rabszolgafiú volt, aki kiválóan tudott hegedülni. Ugye Káldi Nagy Gyula leírja nekünk egész pontosan Ibrahim Pasának ezt a karrierjét. Őt nagyon kedvelte a szultán. Tehát ő a személyes spanja volt a
szultánnak, és ugye ezért került erre a magas polcra. És Bálibégnek pedig pont az volt a nagy előnye, vagy a nagy tudása, hogy ő már harcolt a magyarok ellen. Tehát ő meg tudta mondani, hogy a magyarok hogyan harcolnak, és hogy kell ellenük harcolni. Csak hogy éppen itt jön be egy érdekes dolog, hogy ahogy Bálibég a végvári harcok könnyű lovasparancsnoka volt, úgy a magyar oldalon Tomori Pál szintén a végvidéki harcoknak a könnyű lovasparancsnoka, hogy a Szávosz-Szent Demeter nagyolaszi győzelem, ami a csata előtt történik, ugye egy pár évvel, az pont egy ilyen könnyű lovas harcnak a lefolyása következtében jön létre. És látszik Tomorin is, hogy ő végig egy ilyen huszáros, könnyű lovas tevékenységbe gondolkodott, ami aztán ugye sajnos ugye bejön a csatában is. De mivel neki volt a legnagyobb gyakorlata pont a törökkel szembeni harcban, ugye a csatát megelőző években, tehát nem véletlen az, hogy a haditanács bátán őt választja parancsnoknak. Tehát ugye mind a két oldalon megvolt ez a nem túl szerencsés döntés a vezér kijelölésére. Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Ezredes úr említette, hogy a török sereg hogy fejlődött föl, hogy épült a stratégia. Mennyire beszéltünk arról, hogy ez egy kifejezetten a magyarokra szabott stratégia volt a törökök részéről, tehát egy más harcszintéren máshogy vonultak föl? Mennyire volt ez nehéz lovasságra vagy páncélosokra szabva? Én azt gondolom, hogy ez inkább Szulejmánnak a terméke. Most legalábbis úgy látom, tehát még nem vizsgáltam azt, hogy a korábbi szultánoknál, vagy a későbbieknél mennyire van ez a lépcsőzés, tehát ez a harcászati hadműveleti lépcsőnek a létrehozása. De minden esetre itt a magyarországi hadjáratba kiválóan bevált. Ugyanis láthatjuk azt, hogy a magyar oldalon az erő központosítására törekszenek. Tehát, hogy a királyi táborba jöjjön mindenki, és együtt legyen az egészség, és együtt harcoljon. Ugye a török oldalon megvan ez a lépcsőzés. És hogyha a törökök is ugyanezt csinálták volna, hogy tényleg az egész sereg fölvonul 29-én a síkra, és meglepetésszerűen egy támadás ér őket, egy nem várt támadás, akkor egy pillanat alatt pánikbe esett volna az egész török sereg is, mint ahogy mondjuk Nándorfehérvárna 1456-ban. De ugye pont ez a lépcsőzés hozza azt, hogy amikor a rumeli hadtestet elkezdik szétverni ugye a magyarok, ugye megindul a magyar lovastámadás, akkor írja a török forrás, hogy sokan a szultán felé menekülnek, és ugye a szultának van ideje arra, és megvan a tartaléka ahhoz, hogy azokat rámozdítsa a magyarokra, és friss erőkkel jelenjen meg a síkon. Tehát gyakorlatilag ez a bizonyos lépcsőzés, ez biztosította azt, hogy Mohácsot meg tudták nyerni a törökök. A két vezető, tehát mondjuk adott esetben itt Ibrahim Pasa, illetve Tomori hibás döntései mennyire egészítették ki egymást? Hogy mondjam, tehát gyakorlatilag sajnos a véletlen is a magyarok ellen játszott. Tehát Tomorinak a 24-i Karasica menti győzelme, az megállítja a török sereget. De ez vezet ahhoz, hogy gyakorlatilag összezárkozik a török sereg, tehát eltűnik az egynapos lemaradása a szultáni erőknek. Amikor a haditanács ugye Mohácsal rábírja Tomorit arra, hogy vonuljon vissza ő is Mohács alá, akkor pont azon a napon 25-én vonul vissza Tomori csapata, amikor a törökök fölkészülnek arra, hogy megvívják a nagy csatát majd ugye az első magyar kontingenssel, és mikor 26-án megindulnak a törökök, akkor Tomorinak a kiürített táborát találják csak meg. Ugye a második győzelmi jelentés le is írja, hogy a Tomori annyira megijedt a törököktől, hogy elmenekült. Hát nem elmenekült, hanem aznap volt az a morgolódós visszavonulás, de annyira megsértődtek Tomori táborába, hogy nem folytatják a felderítést. Tehát ott 26-án egyszer megszűnik, vagy 25-én megszűnik a törökök irányába a felderítés. És amikor ez újra felpörög ugye 26-án, addigra már a törökök rázárkoznak a magyar csatarendre. Tehát olyan, mint hogyha egy kicsit úgy kiegészítenék egymást ezek a döntések, de ha a döntés szintnél tartunk, akkor azért fontos megjegyezni azt, hogy a magyar seregnél egy nagyon szerencsétlen konstelláció jön létre azzal, hogy Tomorit visszarendelik, ugyanis Tomorit választják a sereg főparancsnokának, de ott van a király is. Tehát ami török oldalon ugye megvan a stratégiai szintű döntésekre a szultán és a taktikai szintű döntésekre Ibrahim Pasa, ugye a magyar oldalon is meg kéne lenni ennek, hogy Tomori hozza a taktikai szintű döntéseket és a stratégiai döntéseket a király. De ezzel szemben láthatjuk azt, hogy a csatarendben 29-én Tomori hoz egy döntést, hogy kiküldi mondjuk ráskaiékat felderíteni, vagy indítsák el a lovasrohamot, és el kell menni a királyhoz, és a királynak ezt jóvá kell hagyni. Tehát gyakorlatilag Tomori egy nem felelős parancsnokként tud tevékenykedni, hanem mindig a királytól kell megkérni a jóváhagyást. És azt se felejtsük el, hogy amikor megindul a magyar jobbszájnak a lovasrohama a rumeli hadtest ellen, akkor azzal együtt megy Tomori.
Tehát gyakorlatilag, akik ott maradnak a csatarendben, azok taktikai vezetés nélkül maradnak. Hát elment a seregnek a parancsnoka. Úgyhogy ott marad a király, de a király meg ugye nem érzi magát felelősnek azért, hogy ő hozzon taktikai döntéseket. Tehát a magyar táborban, a magyar csatarendben szintén egy vezetetlenség állapota jön létre. Ez visszavezethető arra, hogy második Lajos nem volt olyan erőskezű, ugye 20 éves volt, és ha jól tudom, ugye már Budáról elindulva egy elég depressziós hangulatban érkezett a mohácsi csatamezőre. Igen, tehát a király fölvonulásában volt egy eléggé lehangoló motivum, hogy nem nagyon jött senki a király táborába, Tolnáig legalábbis. Tehát ez is biztos rányomta a királyra, a király viselkedésre, a király döntéseire a bélyegét. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a király azokat a stratégiai döntéseket, amit neki kellett volna, azokat meghozta. Tehát Tolnán kiadja a parancsot, hogy a nádor menjen le Eszékhez a csapatokkal, és ott állják el a török útját. Nádor elindul, lemegy Mohácsig, senki se követi. Tehát a király meghozza a döntéseket, csak azt meg a gyakorlatilag a sereg nem hajtja végre. Aki meg parancsot kellene, hogy adjon a Tomori, az meg nem adott parancsot, mert meg királytól kell megkérni az engedélyt. És sokszor a főurak is bebújnak a király háta mögé. Tehát amikor Tomori ott a csatatéren ugye azt javasolja a királynak, hogy indítsanak rohamot a rómaiakkal szembe, akkor a főurakot mondják, hogy hát az egész nap itt álltunk, meg meleg van, meg már 26. óta itt várunk, nem kéne meg egyéb, és akkor megindul egy ilyen vita, hogy de kéne, és akkor a királynak ugye ki kéne adni a parancsot, vagy mit jóvá kéne hagyni, akkor induljon meg az egész támadás. De az egész seregnek kéne támadásra indulni. Ezzel szemben, hogy a király azt mondja, hogy jó, hát akkor a jobb szárny az kezdje meg a támadást. A jobb szárny megkezdi a támadást, utána, amikor nekik sikerül, akkor Tomori azonnal visszaküldi ugye Podmanickit, hogy jelentse a királynak, hogy sikeres volt, mégiscsak az én tervem a jó, úgyhogy csináljuk ezt, akkor király azt mondja, jó, akkor menjünk utánuk. Király megindul, és egyszerűen a második lépcsőhöz követi a királyt. És mennyire nonsense, hogy a bal szárnynak nem szól senki. Tehát a török források is leírják, hogy a bal szárny ott maradt a helyén. Nem beszélsz a támadást, mert senki sem foglalkozott velük. Tehát nagyon komoly problémák voltak a magyar oldalon a harcászati szintű vezetésben és a stratégiai döntéshozatalban is. És ezt lehet tudni, hogy mi az oka ennek a magyar történelemben elég sokszor felmerülő pártoskodásnak és egymás nem segítésének? Ez egyszerű kommunikációs probléma, vagy már mindenki a saját gesztenyéjét sütögeti? Az érdekek azok egymás ellen dolgoznak, az kétségtelen. Tehát ugye 1521-ben a Nándorfehérvár elvesztésénél is ugye végül is 30 ezer aranyon múlott az egész, mert Török Bálintnak ugye annyival tartozott az udvara várfelújításokért, amit az apja végzett Nándorfehérváron. Bizony ilyen dolgokon el tud veszni egy csata, egy akár egy egész ország. Tehát itt jelen esetben is ugye Tomorit nem vették komolyan. Ő volt a cseribosa, ő harcolgat a törökkel szembe, túlmozgásos, mindig csak a problémákat hozza elő. Nem olyan nagyok azok a problémák. Ugye a másik oldalon van a király, aki próbál jó döntéseket hozni, ugye próbál hallgatni például Szapolyaira, Frangepár, akik azt javasolják, hogy vonuljon hátrébb Budához közelebb, ne vigyék annyira, ez felelőtlenség, hogy ennyire közel viszik a törökhöz a királyt, mert hogyha ő meghal, akkor mi történik az országgal? Látjuk a török oldalon, azért a szultán egy megfelelő védettségű helyen mozog előre. Hát aztán arról ugye a török oldalon sem nagyon tehetnek, hogy a csata úgy hozza, hogy végül a szultán egész közel kerül az arcvonalhoz, és ugye a magyar vitézek egészen közel jutnak a szultán álláspontjához. Tehát attól függetlenül, hogy a török oldalon is megvan az elmélet, ez ott is a rossz döntések meg a felkészületlenség előidéz olyan helyzetet, ahol egész veszélyes dolog jön előre. Vagy mint a Nándorfehérvárt mondtam, hát ott a szultán meg is sebesül. Tehát hiába a jó elmélet, ha azt nem tudják megfelelően végrehajtani azért, mert nincsenek meg hozzá megfelelő vezetők. Közben pedig ugye egy feudális rendszerről beszélünk, és Mohácson is ott volt az egyházi vezetésnek a színejava, főurak, világi főurak, hadurak. Miért nem sikerült nagyobb mozgósítást végrehajtani? Én azt gondolom, hogy ez elég jó eredményi mozgósítás volt. Tehát 1526-ban az, hogy 24 ezer fő van ott a mohácsi síkon, ez egy európai méretű hadsereg, tehát Páviánál hasonló méretű seregek álltak egymással szembe, és meg hogyha hozzáveszük azt, hogy ott van szapolyai kontingense, még Fehérvár környékén egy jelentős cseh kontingens van, akkor azért a magyar királyságban elég jelentős erők mozdultak meg a törökkel szembe, tehát nem a létszámmal volt itt a probléma, hanem a döntésekkel, a vezetéssel, a helyzetfelismeréssel, a felderítéssel például. Tehát ezek nélkül nem működik a hadsereg. Mondjuk amennyiben a történelmietlen a
mi lett volna, ha kérdés, de ha a magyar hadvezetés ki tudja használni a ruméliai hadtestnek a stratégiai hadvezetési hibáit, akkor az mennyire változtathatta volna meg a csata kimenetelét? Most nézd, ez már gyakorlatilag július 2-án elkezdődik. Tehát a Rákosi országgyűlés meghatározta, hogy július 2-án van a gyülekezője Tolnán az országos seregeknek. Már július 2-án ott van az országos sereg Tolnán, akkor el tudnak indulni például, és esetleg föl tudják szabadítani Péterváradot. És lehet, hogy abban az évben a török szultán vagy a török hadsereg egy sikertelen pétervárdi ostrommal fejezi be a hadévet. Ha Pétervárd hosszabban kitart, akkor lehet, hogy a törökök elfogják Pétervárdot, és 1526-ban ez a hadjárat eredmény, hogy elfoglaltuk Pétervárdot, Magyarország második kulcsát, kulcsfontosságú várát. De ugye nem volt fölkészítve se a vár, nem gyülekeztek időben a hadak, megyünk tovább. Ha sikerül az egész sereget megindítani, ugye a Tomori parancs alapján, és szétverik a ruméliai hadtestet, az valószínűleg a oszmán hadsereget egy olyan fontos biztosító elemtől, egy olyan előletett osztaktól, egy olyan erő összpontosítástól fosztja meg, hogy a szultán nem tudott volna más dönteni, mint hogy visszavonul, vagy visszahúzódik. Tehát ha a halkat vesszük sorba, ha nem hal meg a király, akkor az ő vezetése alatt még lett volna lehetőség arra például, hogy védjék Budát. Hát Buda az mindenféle ellenállás nélkül elesik. Később aztán utána ugye rendszeres harcok folynak a Buda megszerzéséért. Tehát itt sajnos Mohácsnál nagyon sok a hal, tehát amennyi 1456-ban a pozitív véletlen Hunyadi oldalán, legalább annyi 1526-ban a negatív véletlen a magyar oldal felé. Ez Cselebi is elismerte, vagy elismeri? Hát szerintem ő ott elakadt, hogy itt ellentétek vannak a forrásokban, hamisság van. Azért neki se volt mindegy az, hogy mit ír. Tehát neki azért nem volt az feladata, hogy föltárja Ibrahim Pasa alkalmatlanságát a feladat ellátására, tehát ő nem egy politikai újságíró volt, hanem ő aztán utána írt egy ilyen semleges visszaemlékezést, ami különösebben egyébként nem nagyon különbözik a hivatalos állásponttól. Zárásképpen összegezve, a török források hogy emlékeznek meg a mai napig a Mohácsi csatáról? Török források hivatalos, ami aztán kialakult gyakorlatilag egy kép az egészről, ott azt látjuk, hogy a török sereg az jobb szány, bal szány, centrum formációban szétbontakozik ugye a síkon, és megvívja a csatát. Esetleg még itt van egy ilyen kis beugrás, hogy akkor a ruméliai hadtest az kicsit eléhúzódott a szultáni hadtestnek, és fölfogta a ráirányuló csapást. De a maga a török kök által konstruált hivatalos álláspont az arról szól, hogy az egész szultáni sereg a szultán vezetésével vívja ezt a csatát, és hogy az győzelem az a szultán tisztánlátásának köszönhető, és hogyha a szultán is ott van a csata vezetésénél már kezdettől fogva, akkor úgy Ibrahim Pasának a szerepe az eltörpül, hiszen ő csak egy alárendelt parancsnok volt ebben a összecsapásban. Köszönjük szépen dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténésznek, hogy megvilágította a Mohácsi csatát az oszmán források nézőpontjából is. Köszönjük hallgatóinak, hogy velünk tartottak. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify listájára, valamint megtalálhattok minket a Facebookon, a YouTube-on, valamint a honvédelem.hu-n is. Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően.